Gárdonyi Gézára emlékeznek a Gárdonyi iskola előtt. Az Egri Csillagok írója 150 éve született, így az idei évet a kormány Gárdonyi emlékévé nyilvánította. Gárdonyi Géza erejéből tudunk meríteni, és tudásából, és akaratából, hogy segítse az oktatást, hiszen az oktatási rendszerünk már évek óta kiemelt Győr városában, és ugyanakkor pedig öröm számomra az, hogy különösen a Gárdonyi Géza iskola az, amely mint pedagógus állománya magas szintű tudással rendelkeznek, és ezt a tudást igyekeznek átadni azoknak a fiataloknak, gyerekeknek, akik úgy döntenek, szülőkkel együtt természetesen, hogy ebbe az iskolába szeretnék járatni gyermeküket. A polgármester beszéde után leleplezték azt a Gárdonyi Gézát ábrázoló csempeképet, amely mostantól az iskola falát díszíti. Az alkotást Sándor József Péter győri művész készítette. Nagy öröm számomra, hogy nem csak nevében viselheti homlokzatán iskolánk Gárdonyi Géza nevét, hanem az arckékével is büszkélkedhet. Gyerekek, ez az, amiről beszéltem nektek a templomba, hogy Gárdonyi itt olyan fiatalon látszik, és úgy láthatjuk őt, mint ahogy a győri éveiben láthatták őt a győri emberek, a gyerekek, vagy adott esetben gyerekei is. A megemlékezést Gárdonyi Géza dédunokája, Keller Péter köszönte meg. Ez a megemlékezés arról is szól, hogy tulajdonképpen Gárdonyi Gézának nem csak vérségi rokonai vannak, mint én, hanem szellemi rokonai. Olyan emberek, akik azt az alkotó munkát, amit ő végzett, olyan módon értékelik, mint ahogy én magam értékelem. Nagyon köszönöm. Az iskolánál tartott ünnepség rövid műsorral ért véget, ahol a gyerekek Gárdonyi Géza műveiből adtak elő részleteket. Csupa erő és nemesség. A másik meg, akit szintén ifjúságomtól ismerek, a furfangnak és minden találékonyságnak a mestere. A megemlékezés következő helyszíne a Batthyány Park volt. Gárdonyi Géza szobrát és annak talapzatát az évforduló tiszteletére újította fel az önkormányzat. Somogyi Tivadar, a városrész önkormányzati képviselőjeként az író költő győri kötődéseiről is beszélt. Életének fontos állomása volt Győr városa, ahol Csányi Máriával itt kötött házasságot, és itt lát otthonra. Igazán sikeres újságírói karrierje Győrben indult el, munkatársa lett a Győri Hazánknak, a Győri Közlönynek, a Győri Hírlapnak. A műsor után a koszorúzás következett, és a gyerekek is elhelyezhették Gárdonyi Géza szobránál az emlékezés virágait.